Matematika 6. osztály félévi felmérés megoldásai. Az első feladatban primszámokat, összetett számokat és négyzetszámokat kellett megtalálni. Tudni kellett a fogalmakat, hogy mi az a primszám. Olyan szám, amelyik, olyan természetes szám, amelynek pontosan 2 darab osztója van. Hát ezek voltak nagyság szerint sorrendben, ugye a 2, aztán ugye van itt a 7-es, a 11-es, aztán a 19 és a 29, ezt az 5 darabot kellett megtalálni, írjuk akkor 7, 11, 19 és 29. Ez egy pontot ért, hogyha mindet megtaláltuk. Összetett számok, olyan egynél nagyobb természetes számok, amelyeknek 2-nél több osztója van. Hát ugye a nulla nincs közöttük, neki ugye végtelen sok osztója van, de ebbe a kategóriába nem soroljuk bele. Tehát összeszedett számok akkor a 8-as, aztán a 9-es, 21-es, 27-es, tehát 8, 9, 21 és 27, nekik van egyel és önmagán kívül más osztójuk is. És négyzetszámok pedig olyan számok, amelyek két azonos szám szorzataként előállíthatók, például 0, 0 szor 0 az 0, 1 szer 1 az 1, és hát más négyzetszám, itt még a 9-es volt, ugye a 3x3 az 9. Ez a 3 számot kellett megtalálni. Nézzük a következő feladatot. Írd el a következő számok primtényező szorzatát, majd határozd meg a legnagyobb közös osztójukat. Hát 2 szám van itt, ugye a 210 és a 120. Primtényező szorzatokat úgy tudjuk fölírni, hogy leosztjuk a megfelelő prim számokkal, amiket megtalálunk, hogy osztója. Hát ugye a prim számok emlékeztetőleg a legkisebb a 2, aztán 3, 5, 7, 9, ugye a 11, a 13, 15 nem, 17, 19, és így tovább, és így tovább. Mindegy, melyik primtényezővel kezdjük, majd úgyis itt a szorzat felírásakor nagyság szerint rakjuk őket sorrendbe. Hát kezdjük akkor a 2-vel, a 210 páros szám, tehát osztható 2-vel. Leosztottuk 2-vel a 105. Ez páratlan szám lett, tehát a 2 az már kiesik, avval nem osztható. Nézzük meg a 3-at. 1 meg 5 az 6, számjegyek összege osztható 3-mal, akkor a szám is osztható 3-mal, hát le kellett osztani akkor 3-mal. Könnyebb út lenne, itt lehet az 5-tel való osztás, ugye az 21 lenne, az könnyebb kiszámítani, de nem baj, nézzük a 3-at, eredményül 35-öt kapunk. Ezt úgy is lehet, hogy itt leosztjuk, hogy 10-ben a 3 megvan 3-szor, maradt az 1, és 15-ben a 3 megvan 5-ször, tehát 35-öt kapunk. Ez már 3-mal nem osztható, hiszen a számjegyek összege 8, akkor nézzük a következő prim tényező, prim számot, az 5-öst. Mivel 5-re végződik osztható vele, eredményül 7-et kapunk, hiszen 7x5 a 35. A 7 az meg prim szám, az csak önmagával osztható, és maradék 1. Ha 1-hez értünk, akkor véget ért a művelet, az algoritmus, tehát 2x3x5x7 lett a 210 primtényező szorzatként. 120-tal el ugyanígy osztunk 2-vel, azt mondja 60, azt is elfelezzük, az 30, az is páros, azt is tudom még felezni, az 15. 15-nél hát válaszuk akkor a 3-at, az 5, 5 és 1, véget ért megint a művelet, tehát 2x2x2x3x5. Hát itt tudni kellett, hogy ez a legnagyobb közös osztót jelenti. Ide is írtuk, hogy a legnagyobb közös osztót kell megkeresni. A legnagyobb közös osztó pedig az a szám lesz, hogy közös primtényezőket kell keresni. Ugye a 2-es, van egy 3-as, mind a kettőben egy 5-ös. Ez a 2-2-es itt ugye már nincs a 210-ben, itt mindig a nem nagyobbat fogjuk leírni. Tehát 2x3x5,
És hogyha ezt kiszámoljuk, akkor 2x5 az 10x3 az 30 lesz. A következő feladatban kéri, hogy az előbb meghatározott legnagyobb közös osztó segítségével egyszerűsítsük ezt a 210-120 adot. Azaz, ez egyszerűsítés nem más, mint a számlát és a nevezőt is ugyanazzal a nullától különböző számmal leosztjuk, tehát itt most 30-al fogjuk leosztani, 210-ben a 30 ugye megvan 7-szer, és 120-ban pedig 4-szer, és ez rögtön a végeredmény is. Honnan lehet ezt tudni? Ha mi kicsit visszamegyünk az előző feliráshoz, akkor a 210 az a 2-szer, 3-szor, 5-szer, 7 volt, és a 120 pedig a 2-szer, 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 3-szor, 5. Amikor leosztunk a legnagyobb közös osztóval, a 2-szer, 3-szor, 5-tel, akkor kiválasztom innen a 2-szer, 3-szor, 5-öt, és innen is a 2-szer, 3-szor, 5-öt, ezzel fogunk leosztani, mi marad, egy 7-es marad fölül, és 2-szer, 2, azaz 4 marad alul. Írjuk fel 120 összes osztóját, osztópárok vagy primtényezők segítségével. Hát itt talán egyszerű feladat az osztópárok segítségével. Nézzük akkor 120, hogyan lehet fölírni. Hát ugye föl lehet írni, hogy 1-szer 120, aztán 2-szer 60, 3-szor 40, aztán 4-szer 30 a 120, 5 is megvan benne, 5-szer 24, 6-szor 20, 7 nincs meg benne, 8 megvan 15-ször, 9 az nincs meg benne, és marad 10-szer 12, és ugye összeértek ezek a tényezők. Az összesen 3, 6, 7, 8, 2, 16 darab számot kellett fölírni, úgyhogy 1-től haladunk sorba 120-ig. Tehát amikor felosztjuk, hogy 120 osztói, felírjuk őket akkor, hogy 1, 2, 3, bla bla bla, és a végén pedig 120. Hogyan is van ez a primtényezős felírás? Ilyenkor táblázatot csinálunk, hogy 0 darab primtényezőt szedünk, aztán 1 darab primtényezőt választunk ki, 2 darabot, 3 darabot, 4 darabot, és mind az 5 darab primtényezőt. Milyen primtényezőkről is beszélek itt? Ugye a 120 úgy néz ki, hogy fönt írtuk, 2x2x, 3x5. Tehát ugye ez az 5 primtényező szorzataként szerepel. Na, akkor nézzük. Ugye, ha nem választok ki primtényezőt, ilyenkor azt mondjuk, hogy 1-jel osztható a 120. Majd később tanuljuk, hogy ez miért, hogyan is jön ki ez az 1, ugye a nulladik hatványként. Aztán egy darab primtényező, hát vehetek egy 2-est, egy 3-ast, vagy egy 5-öst. Két darab primtényező lehet, akkor 2 darab 2-es, aztán 2-es mellé választhatok 3-ast, vagy 5-öst, és a 3-ast és az 5-öst választhatom ki. 3 darab primtényező, 2-esekből induljunk ki, szerepel benne 3 darab 2-es. Aztán már csak 2 darab 2-es, 1 darab 3-as, 2 darab 2-es, 1 darab 5-ös, és lehet olyan, hogy 1 darab 2-esünk van, és egy 3-asunk, és egy 5-ösünk, több lehetséges szorzat itt nem alakítható. 4 darab primtényező legyen benne, 3 darab 2-es és egy 3-as, 3 darab 2-es vagy egy 5-ös, akkor menjünk le 2 darab 2-esre, egy 3-asra és egy 5-ösre, megint több lehetőségünk nincs, és végül, ha mind az 5 primtényező szerepel benne, akkor az a 2x2x2, 3x5. Számjuk össze, megvan akkor mind a 16, 4, 8, 12 és 16 darab primtényezőt kaptunk megint csak. Hát ezeket itt még ugye ki kell számítani, az 4, 6, 10, 15, 8, 12, 20, itt a 30, 8x3, 24, 8x5 az 40, és 60-at kapunk, és végül pedig a 120-at, így mindegyik számot megtaláltuk. Talán az osztópárok azok mindig egyszerűbbek, osztópárok használata. Következő feladatban
meg kellett nézni, hogy milyen számokat írhatunk ebben a hát 20.400 valamennyi 8 számban, ugye itt a tízes értéket nem tudjuk, hogy osztható legyen kettővel. Hát mitől függ, hogy valami osztható kettővel? Ha van egy szám, az utolsó számjegyének párosnak kell lenni. Hát most ugye 8 az páros szám, tehát ez stimmel. Tehát akkor bármilyen számot írhatunk elé, az nem fogja befolyásolni, hogy kettővel osztható-e vagy nem. Tehát 0, 1 és 9-ig mind a 10 szám ilyet írható. Hát itt a 0 szokott lemaradni valamiért, ő is egy számjegyünk. 3-mal való osztatóság. Egy szám akkor osztható 3-mal, hogyha a számjegyek összege osztható 3-mal. Nézzük eddig a téglalap és a kis négyzet helyett lévő számot még nem tudva. Van nekünk egy 2-es, egy 0, egy 4 és egy 8-asunk, az összesen 14. Ha ehhez hozzájön még a négyzetbe írt szám, akkor aznak osztatónak kell lenni 3-mal. Hát a következő legnagyobb ilyen szám az a 15, akkor ezt úgy kapom meg, hogyha a négyzet 1. Aztán még 3-mal, ha nagyobb számot írunk, tehát ha 4-et az is jó, akkor 18-hoz jutunk, és még 3-mal nagyobb az a 7. 6-tal akkor osztható egy szám, ha 2-vel és 3-mal is, hát ennek és ennek a közös része az 1, 4, 7. Vagy azt is mondhatjuk, 6-tal okoztat egy szám, hogyha páros és osztható 3-mal. Párosság stimmel, akkor csak a 3-as osztatóság befolyásolja jelen esetben, tehát az 1, 4, 7 számokat írhatjuk oda. 4-el való osztatóság szabálya, hogyha az utolsó két számjegy alkotta szám, osztható 4-jel. Ide is szabad nullát írunk, a 0-8 osztható, igen. 18 nem, de 28 igen. Látjuk akkor, hogy a páros számokat írhatjuk. 0, 2, 4, 6, 8. 8-al való oszthatóság szabálya. Az utolsó 3 számjegy alkotta számnak kell oszthatónak lenni 8-al. Hát itt fölbontanám, úgyhogy ez 400, és ez a kétjegyű számjegy. Hát a 400 ugye mindig osztható 8-al, akkor azt kell megnéznünk, hogy a 0-8 mikor osztható 8-al. Ez pedig csak akkor teljesül, hogyha ugye nullát írunk oda, aztán ugye 48 a következő, és a 88 az utolsó ilyen szám. Többi az nem. Ugye csak a 4-el osztható számokat kellett megvizsgálnunk, hiszen ha egy szám osztható 8-el, akkor osztható 4-el is. 5-tel oszthatóság feltétele, hogy az utolsó számjegy osztható legyen 5-tel. Ez most nem teljesül, tehát nincs ilyen szám a válasz a feladatra. Következő feladatban ugye műveleteket kellett elvégezni, tizedes törtekkel, törtekkel. Nézzük az A feladatot. Ezt a műveletsort megnézem, akkor nézzük, hogy mi tartozik össze, mi egy különálló egység. 4,7 tized az egy különálló egység, ugyanígy az 5,3 tized is. És itt össze van ragasztva nekünk egy osztás művelettel, ez a mínusz 3,6 osztva mínusz 1,2-vel. Hát először azt fogjuk elvégezni, és utána majd a többit. Itt nem szabad elfelejteni, hogy mindig mindent le kell írni, hiszen egy egyenlőségjel van. Tehát úgy kezdem, hogy 4,7 tized. Tehát leírom ezt. Elvégezzük ezt az osztást. Negatív számot osztok negatív számmal, az eredmény pozitív lesz. Külön leírom. 3,6 tizedben az 1,2 tized. Mivel osztani nem tudunk tizedes törtel, így nyilván fejben ezt jártasok már el tudják végezni. Próbáljuk meg akkor ugye az 1,2 tizedből a tizedes veszőt kivinni a kettes mögére. Ez egy lépésben meg tudjuk tenni, tehát 10-zel szoroztunk. Ugyanezt meg kell tennem a 3,6-ba is, hogy a hányados ne változzon. Tehát 36-ban a 12 az ugyanannyi lesz, mint 3,6-ban az 1,2. Ez meg kereken 3. Ide beírom az eredményt, hogy az plusz 3, plusz 5,3 van még ott a végén. Mivel csak összeadás van, ezért a
tagokat fölcserélhetjük. 4,7 meg 5,3, érdemes ezt a kettőt előre venni, ennek az összege pont 10, meg 3 az 13 az eredmény. Nézzük a B részét, mi tartozik itt össze? Hát van egy mínusz 2-ször 0,8, véget ér ott, aztán van összeragasztva egy szorzással mínusz 1,2-szer 0,7 tized, és a végén pedig egy plusz, zárójelben mínusz 1,4 tized. Nézzük akkor, hát ez lesz az első, második és pedig a harmadik. Ilyen sorrendben le is írjuk. Negatív százszor pozitív szám az negatív. 2-szer 0,8, ugye az 1,6 tized. Aztán a következő is szintén negatív lesz, hisz egy negatív számot szorzunk egy pozitív számmal, és akkor ezt külön leírom, 0,7-szer 1,2 tized. Ha nem lennének itt a tizedes veszők, az lenne itt, hogy 7-szer 12, ugye az 84. De mivel itt van a két darab tizedes jegy, ezért kettővel beljebb fog majd menni a tizedes vesző. Ugye fejben így számolnánk, tehát 0,84 lesz az eredmény. Na, azért végezzük el ezt írásban, most leírom a nullákat is. 0-szor 2, 0, 0-szor 1, az 0. 7-szer 2, 14, ő egyen jobbra írom, mert egyen itt is jobbra mentem, maradt az 1, 7-szer 1 az 7, meg 1 az 8. 1, 2 szám van a tizedes vesző után, akkor itt is 2 szám lesz a tizedes vesző után, tehát 0,84 század. Az utolsó részben pedig, ha a zárójel pluszjel van, akkor pluszjelet simán csak elhagyhatom, és marad az, hogy a zárójelben lévő 1,4 tized mínuszban. Mit csinálunk ezzel most? Mivel mindegyik negatív szám, ők egy bandába tartoznak, nincs köztük pozitív, ezért sok-sok negatív összege lesz az eredmény. Tehát az eredmény negatív lesz, és összeadjuk ezeket a számokat. Megint, mivel ugye összeadjuk őket, az 1,6 és az 1,4 összege az pont 3, és van még 84 század, tehát az 3,84 század lesz az eredmény. Következő művelet, egy két törtet látunk, ki kell vonni őket egymásból. Nem tudjuk megtenni, mert a nevezőjük nem azonos, tehát közös nevezőre kell őket hozni. 7-nek 8-nak nincs közös osztója egyen kívül, de ugye a legjobb közös osztójuk egy. Ilyenkor a két szám szorzata lesz majd a közös nevező. Le is írom a törteknek a helyét, és odaírom a közös nevezőt, a 7-szer 8-at, azaz az 56-ot. Na most kell figyelnünk, a 6 hetedből csinálunk valamennyi 56-odot. Ilyenkor az 5/8-ot nem számítjuk, hanem csak ezt a 6 hetedet fogjuk alakítani valamennyi 56-ot, de csak arra kell koncentrálnunk. 7-ből hogyan lesz 56? Hát, hogyha megszoroztuk 8-al, akkor a tört számlálóját is 8-al szorozzuk, 6-szor 8 az 48. A másik törtnél az 5/8-ot fogjuk valamennyi 56-oddá alakítani, megint csak erre a kettő töltre koncentrálunk. 8-ból hogyan lesz 56? Hát szoroztuk 7-tel, akkor 5-ször 7 az 35. Törtből úgy vonunk ki egy másik törtet, hogy leírjuk a közös nevezőt, azonos nevezői törteket ugye kivonunk egymásból, az 56-od lesz, és a számlálóban pedig elvégezzük a 48-35-öt, azaz 13-56-od, és ez a végeredmény. Következő feladatban egy szorzás van. Lehetne itt is már egyszerűsíteni, de javaslom az osztás miatt, hogy ez bevésődjön. Írjuk föl, hogy 36-szor 45 a számlálóba, hiszen őket kell összeszorozni. Tehát egy törtet úgy szorzunk egy másik törtel, hogy a számlálóba beírjuk a számlálók szorzatát, a nevezőbe pedig a nevezők szorzatát. És akkor most lehet egyszerűsíteni, ne végezzük el a beszorzást, mert utána sokkal nehezebb az egyszerűsítés. Nézzük akkor, hogy mit veszünk észre. Hát a legjobb lenne, hogyha észrevennénk már itt a legnagyobb közös osztókat, ugye a
12-t és a 15-öket. De hát, hogyha nem veszük észre, semmi baj nincs, akkor keresünk olyan számokat, amikkel oszthatók. Na most itt az szokott lenni a probléma, hogy elkezdjük, hogy 2-vel osztható, 24, 18. Látjuk, hogy megint 2-vel osztható, 9, 12. És elveszítjük ezeket a számokat, mert belemásznak már ide a felső számolásba. Tehát ilyenkor javaslom, hogyha már legalább ideig eljutottunk, akkor majd írjuk le ide egy külön, hogy most hol is járunk. Itt egy 9-es van, itt alul egy 12-es. 45 és 75, ha nem veszük észre 15-öt, nem baj, de az 5-öt észre kell, hogy vegyük. 5-tel osztva az 9, ez pedig 15 lesz, tehát 9 és 15. Tehát írjuk le, és akkor most folytathatjuk az egyszerűsítést tovább. 3-mal osztható az 3 és 5, és itt is osztható 3-mal az 3 és 4. És akkor most már 3x3 az 9, és 5x4 az pedig 20, és megkaptuk a végeredményt, hogy az 9/20. Nézzük akkor az osztást a végén, az utolsó feladatot ebben, kicsit lejjebb jövünk. Itt majdnem ugyanaz, mint a szorzás, csak egy lépéssel többet kell csinálnunk, nem tudunk osztani törttel. Ilyenkor azt csináljuk, hogy amit bekarikáztam, az osztó, reciprokával fogunk szorozni. Egy tört reciproka, hogyha ilyen tört alakban vagyunk, akkor ennyi, hogy a számlálót és a nevezőt fölcseréljük. Akkor megint közös tört vonal alá írom őket, tehát 24x48 lesz a számlálóban, és 16x18 a nevezőben. Megint az egyszerűsítés következik, ugye osztható mind a kettő 6-tal, az 3 és a 4. Itt pedig, hát ha észreveszik, hogy pont 16x3 a 48, akkor 3 és 1-et kapunk. Leírva 4x3 és 1x3. Itt lehet osztani még 3-mal, az 1, 4x1 az 4 és 1x1 az 1. Hát amit tudunk, hogy 4-ben az 1 az 4-jel egyenlő, tehát 4 1-et az kereken 4 egész. Tehát egy törtet mindig kezelhetjük úgyis, mint egy osztást, tehát 4 osztva 1-jel. Jön az ötös feladat. Az ötös feladatban rajzolni kellett ezt a háromszöget, amit megadtak nekünk. Egy szimmetrikus, egyenlőszárú háromszög egyik szára 8 cm. Mekkora az alapja? A kerülete 26 cm. Jó, hát rajzolunk egy ilyen háromszöget. Most csak így rajzoltam egyet. Ez lesz az alap. Akkor itt van a B. Akkor legyen itt fönt az A oldal, B oldal, C oldal. Itt vigyázni kell a megfelelő sorrendbe, hogy a pozitív irányba nevezzük el a csúcsokat. ABC, AB, és akkor ez a C oldal, amit tudunk, hogy ugyanakkor a két szára ennek a háromszögnek. Írjuk be akkor itt az adatokat. Ez 8 cm, és ez is 8 cm. Még megvan adva a kerület, hogy az 26 cm. Megoldási tervünk. Ugye, hogyha itt van egy háromszög, ha én ezt az oldalát ide lehajtom, és ezt az oldalt is ide lehajtom, akkor megkapjuk a kerületét. Ez külön lerajzolva, most sorrendbe fogom csak írni, tehát van egy 8 cm-es oldala, van egy másik 8 cm, ez a két szára, és van még egy alapja, és ez együtt 26 cm. Hát hogy jutok akkor az A-hoz? Ezt úgy kapom meg, hogy a 26-ból kivonom ezt a szakaszt, azaz a 8 meg a 8-nak az összegét, a 16-ot, akkor megkapom az A oldat, 26-ból 16 pedig 10 cm. Most már csak egy válasz kell. A háromszög alapja 10 cm. Egy vizsgálat még hozzátartozik a feladathoz, egy diszkuszió, hogy ténylegesen megoldható-e, van-e ilyen háromszögünk, aminek 8-8 és 10 cm az oldala. Összeérnek ezek az oldalak, hogy ez 10 cm, bármely két oldal összege nagyobb a
harmadik oldalnál, ez teljesül, tehát ugye van ilyen háromszögünk, és összeadjuk az oldalakat, tényleg 26 cm-t kapunk eredményül. Következő feladatban kettő szorgalmi is volt, ugye a B és a D. Ez plusz egy pontért lehetett, hogy a konkávot úgy ismerjük meg, hogy van egy homorú szöge, tehát ez egyedül a hetes volt. Tengelyesen szimmetrikus, hát itt föl kellett ismerni a szimmetria tengelyeket, ugye a deltoidnak itt van a szimmetria tengelye, a téglalapnak kettő is van, a rombusznak is van kettő, és a húrtrapéznak is van egy. Azaz tengelyesen szimmetrikus az 1-es, a 4-es, az 5-ös és a 6-os. Trapéz egy olyan négyszög, amelynek van párhuzamos oldalpárja, van két párhuzamos oldalát, ilyen a 2-es, a 3-as, ugye itt vannak a párhuzamosok, a 4-es mindenképp, a rombusz is, 5-ös is, és a húrtrapéz is, és akkor vége is van, 2, 3, 4, 5, 6. Parallelogramma pedig a 2-es, 4-es és az 5-ös. Ezt még csak kiegészítésként beszéltünk róla, tehát itt van a parallelogramma, a téglalap és a rombusz. És végül jöttek a szöveges feladatok. Itt kettőt kellett választani. Itt volt 1, 2, 3, 4 és 5 feladat, és ebből kellett kiválasztani kettőt. Hát nézzük, az első kettő nagyon hasonló, csak egy kicsikét másképp van megadva a feladat. Egy túrázott csapat a hétvége egy kétnapos túrát tervezett. Szombat délelőtt megtették a teljes út negyedét. Itt fontos az, hogy a teljes út szerepel, délután pedig a maradék útnak a háromötödét. Itt ez is fontos, hogy a maradék útnak a háromötödét. Vasárnapra 30 km maradt. Tehát itt a maradék ra koncentrálunk, hogy mindig mennyi maradt egy-egy út végén. Hát a teljes út legyen akkor egy ekkora. Ha megtesszük a negyedét, berajzolom, hogy mekkorát tettük meg, akkor ekkorát tettünk meg, akkor maradt ekkora rész délutára. A maradék útnak a háromötödét, akkor ezt most öt felé fogom osztani. Hát nem lett nagyon pontos, de nem az a lényeg. Ha megtettük a háromötödét, akkor marad ez a kettő kicsi rész itt vasárnapra, és hát az osztást ide örökítem, akkor ez 30 km maradt. És innen fogunk akkor visszafelé dolgozni, akkor ez 15 km, 15, akkor ezt végigírhatom, ez a kicsi darab, ez végig mindegyik 15 km hosszú, adjuk akkor őket össze. Így csalok, hogy itt most egyenlőség van, ez nem ott van, hanem azt mondjuk, hogy ez összesen akkor ugye 30, 60, 75, tehát ez így összesen 75 kilométer, akkor egy ilyen darab 25 kilométert jelent, és akkor ez a maradék is 25 kilométer volt. Tehát akkor a teljes út 4x25, azaz 100 kilométer hosszú volt. Jó, tehát akkor ugye 4x25 az 100, és megkaptuk a teljes utat. A következő feladat nagyon hasonlít az előzőre, hogy az adatok majdnem ugyanazok, ugye megint csak negyedét, háromötödét és 30 km maradt, azonban más a szöveg. Mi a különbség? Itt megtettük a teljes út negyedét, ez eddig ugyanaz volt, délután pedig az útnak, tehát a teljes útnak a háromötödét. Ilyenkor nem a maradékokra koncentrálunk, hogy teljes útat tudjuk ábrázolni egy szakasszal. Mekkora legyen ez a szakasz, hogy tudjuk ábrázolni valaminek a negyedét és az ötödét is? Hát a közös nevezőt fogjuk venni, azaz 20-at. Tehát a teljes szakaszunk legyen akkor 20 kis darabból álló. Itt most a negyedeket jelöltem, és akkor jönnek még az ötödök.
öt részre osztom minden negyedet, akkor jutok el a... Úgyhogy túl hosszút vettem, mert most nem baj. Igen, hát egy kicsit zavar itt engem az egység. Nézzük akkor most, hogy mekkora részeket is tettünk meg. Délelőtt szombaton megtettük a negyedét. Tehát a negyede, ez pont 5 ilyen kis darab lesz. Ez a délelőtt szombaton. Aztán délután megtettük a 3/5-ét. Az 1/5 rész az 4 darab. Ugye a 20-nak az 5-öde az 4 darab, a 3-szor ennyi, az 12 darabot kell leszámolnunk. Ilyen 4, 8, 12, tehát ennyit tettem meg én szombat délután, és akkor ez a rész maradt vasárnapra, amit tudjuk, hogy az 30 kilométer. Hát akkor most már látható a megoldás, hogyha ez 30 kilométer a 3 darab, akkor egy ilyen kicsi szakasz az 10-et ér, és mivel 20 darab ilyenből áll a teljes út, 20-szor 10 az 200, meg is van a válaszunk, 200 kilométer volt a teljes út. Nem kérdezi a feladat, ugye lehetne itt akkor megmondani, hogy a délőtt megtettünk ugye 50 kilométert, aztán megtettünk 120 kilométert, eléggé kemény. Ugye hát a valóság alapja ennek nem sok lehet, ugye 120 kilométer délután megtenni. Persze azt nem írjuk, hogy mire. Lehet, hogy kerékpárral tettük meg, akkor úgy már meg lehetne ezt tenni. Tehát ugye megvizsgáljuk az ennek az, mi az értelme, hogy lehetséges-e ez. Hát ebben a kitétellel így lehetséges, akkor vasárnapra 30 kilométer maradt. Jó, nézzük a következő feladatot. Ez a feladat, ha jól emlékszem, egy felvételi feladat, kicsit átírva. Egy pékségben hétfőn vettem 3 kakaós csigát és 2 csokis frankot, kedden csak egy csokis frankot vettem, de 4 kakaós csigát. Akkor azt vettem észre, hogy pont 25 forinttal fizettem többet, mint hétfőn. Két nap összesen 2175 forintot fizettem. Mennyibe kerül egy kakaós csiga és egy csokis frank ebben a pékségben? Hát itt mérleggel fogunk dolgozni. Tehát nézzük, hogy kedden mit vettünk. Egy csokis fánkot, és 4 kakaós csigát. Jó. Csokis fánk, az legyen egy négyzet, a kakaós csiga pedig legyen a háromszög. Tehát akkor kedden a következőt tettem. Egy darab csokis fánkot, és kakaós csigából vettem 4 darabot. Hétfőn mit vettem? Azt ugye ide lehagytam, hogy avval kezdődött. Hétfőn vettem 3 kakaós csigát. És 2 csokis fánkot, a csokis fánk volt akkor ugye 2 darab, és kakaós csiga pedig 3 darab. Most, hogyha ezeket egy mérlegre rakom, és összehasonlítom, akkor nézzük, hogy mit kapunk. Azt vettem észre, hogy 25 forinttal fizettem többet, mint hétfőn, tehát ugye a kedd, a szerda, tehát a kedden 25 forinttal többet fizettem, mint hétfőn. Hogy lesz akkor a mérleg egyensúlyban? Ha ezt a 25 forintot a hétfőhöz hozzáadjuk. És akkor már egyenlőséget rakhatunk a mérleghez. Ugye most a forintokba írjuk fel az egyenlőséget. Hát a mérlegről leveltünk ugyanannyit mindkét oldalról, 3 darab kakaós csigát, és le tudunk venni még egy csokis fánkot is, akkor ezt kapom, azt kapom, hogy a csokis fánk meg a 25 forint,
Az ugyanannyi, mint a kakaós csiga. Azaz, egy kakaós csiga helyére beírhatok mindenhova egy csokis fánkot meg 25 forinton. Két nap összesen 2175 forintot fizettem. Hát két nap összesen fizettem akkor 1, 2, 3 darab csokis fánkot és 7 darab kakaós csigát, és ennek az összege kell, hogy legyen 2175 forint. Na most vesszük azt, hogy akkor egy háromszög helyre beírok egy téglalapot, és még 25-öt, akkor ez 7 darab ilyen háromszög van, meg itt van, akkor mindegyik helyére beírtam egy és 25-öt, akkor összesen beírtam még pluszba 7 darab négyzetet, meg volt 3 négyzet, tehát akkor van itt 10 darab négyzetünk. Hát most így kiírom, hogy ez 10 darab négyzet lustaságból, és akkor az 7 darab szor 25, ugye az 7x25, hát vagy fejben elvégezzük, vagy ugye szorzást, hogy ne tévesszünk, 2x5, 35 maradt a 3, 7x2, 14, meg 3, az 175 forint, és az összesen 2175 forint. Hát ha mindkét oldalról leveszem ezt a 175 forintot, akkor azt kapjuk, hogy 10 darab ilyen, az kereken 2000 forintba fog kerülni, hát akkor egy darab, ha 10-zel osztjuk, 200 forintba fog kerülni. Azaz, egy darab csokis fánk 200 forint. Egy csokis fánk 200 forint, és egy kakaós csiga pedig, ugye a kakaós csiga háromszög az 25-tel több, mint a csokis fánk, tehát 225 forintba fog kerülni ez a válaszunk. Azért még ugye le kell ellenőrizni, hogy stimmelnek-e akkor ezek a számok, hogy összesen, és ellenőrzés után látjuk azt, hogy ténylegesen stimmel. Következő típus feladat, ugye egy hegedű tokkal együtt 48 ezer forintba kerül, hegedű ára 40 ezerre több, mint a hegedű tok ára. Mennyibe kerül a hegedű tok nélkül? Hát nézzük akkor, egy hegedű tokkal 48 ezer forintba kerül hegedű ára, ebből fogunk kiindulni, 4 ezer forinttal több, mint a hegedű tok ára. Ugye itt összehasonlítjuk, a hegedű tok ára legyen akkora, valamekkora. Csak így írom, hogy tok, hegedű. A tok akkor ennyibe kerül, és a hegedű ára pedig ennél 40 ezer forinttal több. Tehát egy olyan szakasz rajzolok hozzám még, hogy körülbelül ennyi lesz akkor a 40 ezer forint. Kettő együtt, akkor áll a tokból, meg a hegedűből, akkor az megint a tok plusz a 40 ezer, és ezek így összesen kerülnek 48 ezer forintba. Jelölhetjük ezt x-el is. És akkor hogy jutunk az x-hez? Hát nézzük akkor, ha 48 ezeres szakaszból, ha kivonom a 40 ezret, akkor jutottam idáig, ugye itt tartunk most, és ha ezt még elosztom kettővel, akkor az egy darab szakaszt fogom megkapni. Hát ezt kellett akkor kiszámítani. 48 ezerből 40 ezer az 8 ezer, fölírom, és 8 ezerben a kettő az pedig 4 ezer. Mit kaptam én meg? Hát a tokot, hogy az 4 ezer. Mennyibe kerül a hegedű akkor? 4000, akkor 48 ezerből 000 levonom a tok árát, akkor az 44 ezer forintba kerül. Tehát válasz, a hegedű 44 ezer forintba kerül.
És akkor már egy utolsó feladat volt, ez pedig Peti és az öccse Marci egy könyvet vásároltak édesanyjuk születésnapjára az édesapjukkal közösen. A két gyerek együtt fele annyit fizetett, mint az édesapa, Peti harmad annyit fizetett, mint az öccse és az édesapja együtt, Marci 1000 forintot fizetett, hány forintba került ez a könyv? Hát ez is egy felvételi feladat volt, egy hatosztályos felvételi feladata. Nézzük, hogy hogyan is lehet ezt megoldani. Hát itt is sokfajta megoldás lehetséges, mi megint szakaszokkal fogunk dolgozni. Nézzük ebben a feladatban, hogy milyen szakaszokkal lehetne itt dolgozni, milyen összefüggések vannak. Nézzük akkor az első mondat, a két gyerek együtt fele annyit fizetett, mint az édesapa. Tegyük fel, hogy a teljes könyv ennyibe került. Ha két gyerek előtt fele annyit fizetett, mint az édesapa, akkor ugye harmadolnunk kell. Tehát akkor ennyit fizetett a két gyerek, és ennyikora részt az apa. Ezt meg ugye a Peti és a Marci összesen. Következő mondatban azonban azt mondjuk, hogy Peti harmad annyit fizetett, mint az öccs és az édesapa együtt. Hát a harmad annyit úgy tud fizetni, hogy akkor négy részre osztjuk a teljes dolgot, és akkor elővé volt a Peti, és ők pedig együtt a Marci és az apa. Hát akkor ugyanezt a szakaszt most három részre és négy részre is osztottuk, tehát akkor fölvetjük ezt a két ábrát egy ábrába, úgyhogy ha 12 részre osztjuk, tehát harmadoljuk és negyedeljük is, hát először negyedelek, az talán könnyebb, és utána még három részre osztom ezeket a negyedelő vonalakat. Na hát akkor hol van itt az apa? Az első ábra szerint akkor 1, 2, 3, 4 lesz a harmada, tehát ő a Peti és a Marci együtt, tehát akkor az apának ekkora rész van. A másik ábra szerint pedig a Peti a harmadát fizeti, vagyis a negyedét fizeti, bocsánat, akkor az 1, 2, itt ez a harmadik, ennyi a Petié. Hát akkor a kimaradó rész, hogyha ez az apáé volt, akkor egy ilyen kicsi rész lesz a Marcinak a 1000 forintos fizetése, hiszen látjuk, hogy Marci 1000 forintot fizetett. Hát akkor ugye 12 ilyen kis szakaszból áll a teljes könyv, tehát a válaszunk 12-szer 1000, azaz 12.000 forint volt a teljes könyv. Tehát a könyv 12.000 forintba került. Összesen 50 pontot lehetett gyűjteni így, és a megfelelő százalékok szerint értékeltük a felmérőket.